Nagy szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a Petrozsényi, Wolfsbergi és a Várpajta Zeneiskola közös karanténkoncertjén. Nem egy szokványos koncertnek lesznek fültanúi, mert ez igazából egy zenei tábornak indult. Azt szerettük volna, hogyha a három zeneiskola növendékei közösen tanulhatnak június utolsó hetében, és az három zeneiskola tanárai foglalkoznak vegyesen a növendékekkel. Mindenki tanult volna a másiktól, új dolgokkal foglalkoztunk volna, és ez volt a terv, hogy egy pályázat keretében ez megvalósulhasson, most először. Sajnos a vírus közbeszólt, de úgy gondoltuk, hogy valami azért mégis megmaradjon ebből az időszakból. Ezért felkértük mind a három zeneiskolát, hogy egy 30-30 perces összeállítással készüljenek a gyerekek a karantén ideje alatt. Ez a felkészülés természetesen nem ugyanolyan, mint amikor a tanárokkal nap mint nap találkoznak, csiszolhatják a műveket, és egyre jobbak lesznek. Itt valamilyen szintig eljutottak az órákon, és utána a digitális oktatás során próbálták még a tanárok minél jobbá tenni ezeket a műveket, ami nyilván nem lehet ugyanolyan, mint ami anélkül lett volna. Mégis úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan mozaik lesz, ami a karantén idején otthon elvégzett munkáról ad egy valamilyen képet. A Petrozsényi Zeneiskolában, a Wolfsbergi Zeneiskolában és a Várpajta Zeneiskolában nem volt tanítás. Mégis mire a felvételek elkészültek, az eltérő járványhelyzet miatt megváltozott körülmények voltak. A Wolfsbergi Zeneiskolában például már a gyerekek bemehettek újra az iskolába, ezért ezek a felvételek ott születtek meg. A petrozsényi és a várpalotai gyerekek felvételei otthoni körülmények között többnyire egy mobiltelefonos felvétellel, és hát sajnos ennek sajátsága az is, hogy zongorakísérletes művek vagy csak felvételről szólnak, vagy teljesen kimarad a zongora kíséret. Maguk a felvételek általában szóló darabok, de van benne néhány olyan, ahol ketten vagy akár négyen játszanak együtt. Akik ketten játszanak, az osztrákok között három testvérpárt is hallhatunk. A várpalotai kamara gitárkamarások pedig úgy játszották, hogy mindenki a saját szólamát játszotta fel, és a többieknek átadta, és azt hallgatva játszotta rá mindenki a saját szólamát, tehát ez egy nagyon különleges felvétel lesz. Kérem szépen, hogy hallgassák végig szeretettel ezt a koncertet a Petrozsényi, a Wolfsbergi és a Várpajta zeneiskolásoktól. Jó szórakozást kívánok! Franke Caterina, clasa a doua, clasa profesor Aurelian Epuraș, va interpreta Antonio Diabelli, sonatina parte întâi. Schwester Robert, der neben mir heißt Sebastian, ich heiße Simon und wir spielen jetzt den Waldingborischen. Musik
Hello, my name is Alexander Skurazvan. I am in the 3 class. I sit with Miss Camelia Ilina, and I'm got play part 1, 2, 3 of Sonatina by Antonio Diabelli. Enjoy. Das nächste Stück ist ein Song, nämlich ein Song aus der Filmmusik Bibi und Tina. Und interpretiert wird dieser Song von der Nora Bressel. Und die Nora ist 9 Jahre alt, lernt seit 4 Jahren Klavier und seit 2 Jahren besucht sie jetzt auch die Vokalklasse für Jazz, Rock und Pop. Viel Vergnügen! Thank you.
Da ist ein Loch in meinem Herzen. Ich fall so tief, kein Blau in meinem Himmel. Nichts gerade, alles schief. Mein Haus steht unter Feuer, wird auch Zeit, denn es ist kalt. Dunklen Wolken folgt der Regen, es regnet bald. Schlägt die eine Tür zu, geht eine andere auf. Geht die Leiter bergab, führt sie auch wieder rauf. Nach dem Tal kommt ein Fluss und der Fluss will ins Meer. Nach dem Sturm sehe ich klar und es fällt nicht mehr schwer. Schlagen alle Türen zu, hältst du deine. Riss in meine Laufbahn, in meinem Kopf, immer zu dieselben Fragen. Ich kenn die Antwort doch, meine heile Welt in Flammen. Das Feuer hält mich warm, ich will, dass der Moment perfekt ist. Schlägt die eine Tür zu, geht ne andere auf. Bergab führt sie auch wieder rauf. Nach dem Tal kommt ein Fluss und der Fluss will ins Meer. Nach dem Sturm seh ich klar und es fällt nicht mehr schwer. Schlagen alle Türen zu, hältst du deine mir auf. Schlägt die zu, geht ne andere auf. Nach dem Tal kommt ein Fluss und der Fluss will ins Meer. Nach dem Sturm seh ich klar und es fällt nicht mehr schwer. Schlagen alle Türen zu, hältst du deine mir auf. My name is Kutasi Zsolt. I am 11 years old and I study piano at the Igeduka Petrosány School. My piano teacher's name is Adina Stan. During this quarantine time, it has been harder than ever to focus on my piano practice, but I tried to do my best. For today, I prepared the Turkish March by Wolfgang Amadeus Mozart. I hope you will enjoy it. Thank you. Thank you.
Verem Zofia Réka vagyok, 11 és fél éves. Amikor népdalokat éneklek, szabadnak érzem magam, beleteszem szívem, lelkem. Szeretek még gitározni, de ugyanolyan fontos számomra a kosárlabda is. Bakony legmagasabban fekvő falujából Késre jöttem. Kifelé áll a szekeremnek útja. Isten tudja, jóra vissza vagy rosszra. Elvisz engem messze felre meghalni. Hogy ne tudjon senki ott megsiratni. Édesanyám, ha of the Iggy Duca Petrosyan School, and my piano teacher is Adina Stan. I've played piano since I was in the first grade, but it has never been harder than in this quarantine period. The song that I will be playing is the C major sonata by George Frideric Handel. Thank you.
Hello guys, good morning. I'm Adam Medve. I'm 19 years old and I live in Valpolta. It's been 2 years since I started studying singing at the music school of Valpolta, and that's what I would like to do right now as well. Ria Strauss zu Eignung. Tobias, bin 12 Jahre alt und spiele schon seit 6 Jahren Trompeten. Und jetzt spiele ich mit der Marke Gastrager Promenade Lyonnaise. Thank you.
My name is Mihai Nag. I'm fourth grader at the Igeduka Music School. I'm Mrs. Elena Camelda's class. I'm gonna play Toccata by Aram Khachaturian. Thank you.
Horváth Johanna vagyok, és most Ramó gavottyát fogom előadni. Weinberger und wir spielen zusammen in Dico Dico. Thank you.
Hi, my name is Adam Lantos. I was born in Várpalota, in Hungary. I'm 18 years old, and I've been playing the flute for 9 years. My teacher is Gábor Végvári. Today, I'm performing G major flute concerto first movement by Pergolesi. Enjoy! Thank you.
played the piano for 5 years. My teacher is Adina Chan, and I'd like to thank her for teaching me how to play the piano. Playing the piano is one of my favorite hobbies. I really like playing the piano. And today, I will play Beethoven 6 variations on a theme by Paciello. Wir sind die Geschwister Meier, das ist die Maria und ich bin die Laura und wir spielen zusammen mit unserem Lehrer in Wolfi die Leitner und Volker.
I read books, ride a bicycle, listen classical music. I've been playing the piano for 6 years. My teacher is Eleonora Józsa. Thank you.
Wir sind die Lavandaler Silberpfeifen mit Lea, Selina, Anna und Elisa. Und wir spielen für Sie das Stück Walk Like This. My name is Roshka Nemus. I'm 9th grade at Cornelia Lilina's class from India Duca Music School, and I'm going to play Nocturne Opus 9, number 2 by Frédéric Chopin. Thank you.
Mein Name ist Dorothee Breidler. Sie hörten jetzt von Franz Liszt eine Konzertetüde Un Sospiro. Und als nächstes hören Sie gemeinsam mit meiner Schwester Valerie ein Stück von Antonio Vivaldi, und zwar aus dem Konzert in C-Dur, den zweiten Satz Lago. Thank you.
Hello, my name is Radu Dorog. I'm in the 7th grade at Igeduca School, Petroșani, and I study piano with Miss Camelia Elina. I will play Pasacalia by the Romanian composer Sigismund Toduță. Enjoy! Thank you.